A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. És Barát Tibor van itt velünk a vonalban, aki nem más, mint az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szervusz Tibor, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Szervusztok. Na, és hát német kalandozást fogsz nekünk itt most bemutatni, vagy kalandozni fogsz Németországban. Autóipari hírek is lesznek, de előtte még egy kicsit más. Így van, előtte egy Wirecard-dal kapcsolatos hír, ugye aki majd 24-től ugye tagja lesz a DAX 30 komponensnek. Itt hétvégén a Spiegel napilapban nyilatkozott Markus Braun, ugye ő a vezetője a cégnek, ennek az Asahi cégnek a vezetője, ugye ami egyébként egy ilyen müncheni előváros, hogy a jövőben kisebb hitelek nyújtásával is kíván foglalkozni a cég, és akkor egy ilyen szemléletes példát mondok, amit ugye hadd osszak meg itt a kedves hallgatókkal, hogy kép tegyük fel, hogy én egy pizza sütő vagyok, aki már együttműködök a Wirecard-dal a fizetési forgalom lebonyolításában, tehát ugye a vásárló és a köztem, ugye én bonyolítom le, vagy rajtam keresztül bonyolódik le ugye a fizetési forgalom, ugye telefonos applikáción keresztül, és egyszer csak ugye szükségem van egy újabb kemencére, ebben az esetben ezt a Wirecard-on keresztül meg tudom kapni, nem szükséges külön más bankhoz elmennem, nincsenek ezzel kapcsolatos plusz díjak, mármint a hitelnyújtással kapcsolatos díjak. Azt azért ugye hozzátette, hogy természetesen például mondjuk ingatlan, vagy ehhez hasonló hitelezéssel ugye nem kívánnak foglalkozni, ez kimondottan, ugye csak a meglevő partnereiknek a beruházásai kapcsán kerül szóba. Ugye azt kell tudni, hogy bár a Wirecard ugye nem egy klasszikus bank, annak ellenére, hogy van banklicensze, ugye ő a pénzforgalmat bonyolít le a vásárlók és az eladók között. Összességében egyébként 4500 dolgozója van, és hát a legutolsó tőzsdei árak alapján már 23 milliárd eurós a kapitalizációja, amivel megelőzi hát nem csak a Commerzbankot, aki helyett bejön ugye a DAX komponensek közé, annak több mint a kétszerese a piaci értéke, hanem a Deutsche Bankot is, tehát több a kapitalizációja már. Uh-huh. Hát érdekes, hogy újabb és újabb ugye területekre, vagy bővíti a szolgáltatásainak körét. Hát ez egy érdekes történet lesz egyébként, tehát nagyon szépen fejlődött az árfolyama a papírnak az elmúlt időszakban. A DAX 30-ba fog bekerülni? Igen. Jól értettem, jó, oké. Okay. Így van, 24-től. Tehát annyira jól megy a cégnek, hogy a frankfurti tőzsdének a legjelentősebb 30 cége közé manőverezte szépen csöndben magát, ugye? Abszolút így van, ez, okay. ez 1999-ben alapított céget egyébként. Cég. És nem egész 10 év alatt itt van. Hát igen, megy a... Hát 19. 19, ja, de hülye vagyok, még számolni se tudok itt korán reggel. Na mindegy, oké, okay, van-e még valami a tarsolyba, igen? No, hát nézzünk, akkor ugye mondjuk ne is menjünk olyan nagyon messzire, mármint hogy Münchenből. Az első hír ugye itt a BMW házatáján, ami mondjuk inkább ilyen érdekesség jellegű, hogy az FC Bayernnek a szponzora, ugye eddig mármint az autóipari szponzora az Audi volt, akivel van is egy 2025-ig érvényes szerződésük, viszont ugye azt az Audi korábban, ugye vagy legújabban is ugye ellenezte, viszont a Bildám Zontákban az jelent meg, hogy hát a futballklub, tehát maga az FC Bayern egy szándéknyilatkozatot adott ki, hogy legkésőbb 2025-től új szponzor legyen, mégpedig ugye a BMW az autóipari szponzorként. Ugye a Bayernnek már három tulajdonosa van, aki ugye egyben tehát nagyobb tulajdonosa, aki egyben ilyen finanszírozó is, ugye az Adidas, az Allianz, és hát ugye eddig az Audi, ezek 8,33%-os részesedéssel bírtak a cégbe, és akkor ugye ezt az Audi részt venné meg a BMW. Egyébként ugye a
maga a klub számára pedig, tehát az FC Bayern számára ez egy, hát én kicsit ilyen misztikusan fogalmaztak, ilyen közepes kétszámjegyű milliós összeget jelentene évente, ami a szponzori díjat jelenti, és hát a Bayern meg is szeretné ezt az átvételt ugye gyorsítani. Itt a lap szerint már 2019 közepére ez bekövetkezhet, hát erre úgy kíváncsi vagyok, hogyha 25-ig van ugye szerződés, akkor ez jövő év közepéig ez hogy valósul meg. Minden esetre ez ugye érdekes, hogy ugye milyen, mennyire aktív tud lenni ugye a cég akkor a sport területén is, akár csak ugye itt szintén a BMW-vel kapcsolatos új hír, tehát itt szintén aktív volt a hétvégén, ez pedig a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungba hozta ki Klaus Fröhlich, aki a BMW-nek a fejlesztési vezetője, hogy az önvezető BMW, ami iNEXT-nek fognak hívni, ez már 2021-ben a kereskedésbe, tehát már értékesíteni fogják, és ez nem kerülhet majd többe, mint egy X5-ös. Uh-huh. Ugye ő azt mondja, hogy ez nem egy ilyen hiánypótló autó, épp ezért az ára is a hagyományos BMW-khez kell, hogy viszonyuljon, és hát jelenleg ugye egy X5-ös az mondjuk 70 ezer és 130 ezer euró között vehető meg, ugyanígy ezen a szint környékén kell, hogy akkor mozogjon majd ez az iNEXT is, kivétel a csúcs modelljüket, mármint ezen belül a csúcs modellt, ami 4 másodperc alatt gyorsulna 100-ra és 600 kilométeres hatótávolsággal bír. Hát ennek nyilvánvalóan akkor ezen a határon kívül esik majd azért az ára. Minden esetre hát nem egy túl távoli jövő, mármint a 2021. Ugyanezt egyébként ugye hasonló kategóriájú hír, vagy hasonló irányultságú hír jött a Volkswagen házatájáról is, aki pedig ugye azt fogalmazta meg, szintén itt ugye a hétvégén, hogy az elektromos autózásra való felkészülést, illetve ezeknek a gyártását, ezt fel szeretné gyorsítani, és a gyártási célokat sokkal szorosabbra megtervezni, mint eddig, tehát ugye konkrétabb számokat akarnak majd létrehozni, illetve megállapítani saját maguk számára. Hát összességében 20, a 4 márka, ugye, ami a Volkswagenhez tartozik, 27 modelljüket szeretnék elektromos platformra tenni, ami meg szeretnének tenni 2022-ig. Ezt az elektromos az elektromos autózási vezetőjük Thomas Ulbrich nyilatkozta a Deutsche Presse agentúrnak. Van egy ilyen modell, ami alapján ezt ugye megcsinálják egy ilyen egységnyi keret, ezt ilyen elég csúnyán német úgy hívják, hogy E-Antriebsbaukasten, vagy rövidítve MEB. Ebből összességében, vagy erre a bázisra 10 millió autót szeretnének legyártani itt a következő években, aminek egyébként ez a modell része a Zwickauban 2019-től készülne. Itt egyébként az elmúlt időszakban már 1,2 milliárd eurót ugye be is fektettek ennek ebből a célból, míg a Braunschweigból pedig az akkumulátor részek érkeznének. Egyébként évente a jelenlegi kapacitás alapján egy 500 000 darab ilyen elektromos meghajtási részt tudnak ott előállítani. És hát egy picit ugye visszatekintve megemlítette a Thomas Ulrich úr azt is, hogy az előző években, amiket már rögzítettek, hogy 2022-ig összesen 34 milliárd euró fog befolyni az i-autózásba, és 2025-ig több mint 80 új modellt akarnak kihozni, elektromos modellt a piacra, valamint 2030-ra az egész palettán belül gyakorlatilag kell, hogy elektromos autó legyen, tehát bármilyen típusú autózásból. Azt is ugye hozzátette, hogy kicsit ez drágább lesz, mint amit eredetileg terveztek, úgyhogy a jövőben, hogy ezeket a célokat meg is tudják valósítani, ezért hatékonyabbnak kell lenni,
nagyobb nyereségre van szükségük ahhoz, hogy ezt a jövőbeni befektetéseket, hogy ezeket a célokat el tudják érni, ezt meg tudják tenni. Oké, figyeljük akkor ezeket a papírokat. Köszönjük szépen, Tibor, neked az információkat. Köszönöm szépen én is. Szervusz. És Barát Tiborral beszélgettünk, illetve hát ő mondta el ezeket a híreket többek között itt a Wirecardról és a BMW-ről. Barát Tibor az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.